Miért tartja fontosnak az intézmény minden évben megemlékezni a névadóról? Idén ünnepeljük névadónk születésének már a 206. születésévfordulóját, és talán azért ilyen fontos ez az intézmény számára, mert nem csak egy névadót követünk ezzel, hanem egy példaképet is. Tehát az ő páratlan életútja példa arra mindenkinek, hogy hogyan lehet egy szegény családból, egyszerű körülmények között, vidékről jött fiatalembernek, akár kisgyereknek, az életútja olyan kimagasló, mint az övé. Persze szülői hozzáadással, nagyon jó pedagógusaival, az ő példaértékű szorgalmával, kitartásával, és azt gondolom, hogy tetre készségével. 2020 óta vezeted az intézményt. Milyen tervekkel érkeztél, és hogyan sikerült ezeket megvalósítani? Mindenképpen az volt az egyik legfontosabb terv, hogy mindent, amit jót megőrizzünk, és a hagyományokat vigyük tovább. És ez a mostani hét is azt mutatta, hogy mindent, ami jót hozunk a hátizsákunkban, azt az idők végezetéig vigyük. Tehát most például ezen a héten az volt az első dolgunk, hogy erre a hétre meghívtuk versenyekre a környező iskolásokat. Ilyen volt például a versmondó verseny, aztán az olvasó verseny, az idegen nyelvi versenyek, vagy pedig olyan versenyekről is beszélhetünk még, mint a rajzpályázat, aminek az eredményhirdetése hamarosan következik. Tehát visszük tovább azt a hagyományt, hogy közreműködünk, együttműködünk a környék iskoláival. De példaértékű az is, ahogy a kulturális munka mellett folytatjuk a vidámabb tevékenységeket is. Például kedden délután egy olyan táncpartit szerveztünk itt az aulában, ami minden várakozásomat felülmúlott. Én nem értem például sokszor azt, hogy a gyerekekben ez a táncutánzás miért annyira népszerű? Ha van egy kivetítő, és van rajta három figura, lehet, hogy bohóckodás, nekik egy óriási élmény volt. Csütörtökön délután került sor a tanár-diák meccsre. Ez egy röplabda mérkőzés. Teljesen mindegy volt, hogy hol esik le a labda. Éppen kiüti át, vagy ki nem üti át. Annyira tapsoltunk, hogy szerintem a városi tévé épületével is hallható volt. És különösen példaértékű a gyerekek részéről az, amikor a körülöttem lévő gyerekek egyszer csak skandálták. Tanárok, tanárok. Kell ennél nagyobb elismerés. Vendégeket is hívtunk a hétre. Kovács Zoltán például a kerkamenti malmok történetéről mesélt nagyon sokat, és a kiállításra fönn található az emeleten. Az előbb hallhattátok Gubinec Ákosnak az előadását, ezt a szép rendhagyó énekórát. Óriási lelkesedéssel vettek ebben részt a gyerekek. Napon várjuk még hozzánk Hácskó Bendegúzt. Tavaly volt 8. nálunk ez a nagyfiú. Nagyon nagy karriert fut be néptáncosként, és táncházat fog a gyerekeknek tartani. Minden napra jutott valamilyen program, valamilyen érdekes program, de figyeltünk arra, hogy vagy sportban, vagy kultúrában valamit nyújtsunk a gyerekeknek. Az összes aranyhét program közé ékeltük az egészségnapot. Ennek az volt a célja, hogy egészségtudatos magatartása, talán életmódváltásra, egészségmegőrzésre neveljük a gyerekeket. És itt szeretném megköszönni a szülői szervezetnek, a szülőknek a nyújtott támogatásukat, a sok-sok gyümölcsöt, a perceket, amik ránk áldoztak a munkájukkal. Hívtunk méhészeket, volt gyógynövény bemutató, és én életemben először például részt vettem hangfürdőben. Nem is gondoltam volna, hogy erre mennyire szüksége van felnőttnek, gyereknek egyaránt. És aki úgy gondolta, egy szülő arcmasszázsban részesítette a gyerekeket. Szerintem ez is egy nagyon érdekes program volt az egészségtudatosság jegyében. 2020 óta alaposan megváltozott az életünk, említettem a Covid-járványt, most az energiaárakkal küzdünk. Hogyan sikerült alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez? Igen, nem az alkalmazkodás volt a kérdés, hanem annak a módja. És megint csak köszönöm a kollégáim, a gyerekeim és a szülőknek a közreműködését abban, hogy a Covid miatt nagyon keveset voltunk bezárva, és nagyon kevés osztály került karanténba, mert mindig figyeltünk a maszkra, a higiéniára, és itt kell megemlítenem a takarítónénik példaértékű közreműködését.
gazdasági válság, spórolás. Minden nap és mindenben. Én azt gondolom, hogy a villany lekapcsolásával kell kezdenünk, az ajtók becsukásával folytatnunk, spórolni az energiával, a papírral, a tonerekkel. Energiával nem spórolunk, csak azzal az energiával nem, ami belülről jön, tehát ami a mi humán erőforrásunkból adódik. Na, azzal nem spórolunk, és ez így jó.